Kinga, szívből gratulálok, hiszen mindössze második felnőtt idényében kupa döntőbe vezényelted a csapatodat, és az első fél időben még vezettünk is. Nyilván ezt is kell értékelni, ezt a hosszú utat, amit bejártatok, és azért ez egy sikertörténet. Abszolút. Én is úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet, még akkor is, ha itt a végén nem sikerült feltennünk az ígre a pontot. Talán abban van egy kicsit hiányérzetem, hogy kicsit túlizgultok, kicsit azért rutintalanok vagyunk maga ezekben a szituációkban, de az, hogy itt ebben a kupasorozatban, hogy a Fradit kivertük az elődöntőbe, egy ilyen fiatal kerettel, nem is kerettel, fiatal meghatározó játékosokkal, akik alkotják a csapatunkat. Ugye sérülések is közbe jöttek sajnos, azért a Zsófi kiesésével egy olyan játékosunk vált ki, aki azért egy húzó ember a csapatban a fiatal kora ellenére. Így én büszke vagyok a csapatra, abban, hogy ezt elértük, nyilván nem állunk meg, megyünk tovább bajnokságban is, és szeretnénk jövőre is ideig eljutni a kupában is. Hát ha ilyen tempóban fejlődtök, akkor ez a konfetti, kívánom, hogy nem sokára a ti nyakatokba hulljon. Reméljük így lesz, hogy az akadémia által megkapjuk a maximális támogatást, hogy a női futball, ez egy hatalmas lehetőség nekünk is, próbálunk vele élni, ezt eredményekben is megmutatni, nem csak akár válogatott játékosokban. Mindenképpen ez is egy szép eredmény, de azért szebb lett volna az arany, de nem állunk meg, dolgozunk tovább a munkába, hisz a stáb is, a csapat is, úgyhogy szerintem ez a fejlődő képesség, ennek folytatódnia kell a jövőben is.